Közös tánc, mazsoret bemutató, sportprogramok, activity. Csak néhány azok közül a programok közül, amikkel a diákok várták társaikat az idei különleges diáknapon. Az idei különlegesség az tulajdonképpen azt jelenti, hogy alkalmazkodtunk a gyerekek kéréséhez, és mivel nem voltak kifejezetten induló osztályok, a diákdíri választás ilyen módon hagyományosan nem folytatódott, azt találtuk ki, hogy minden osztály kreatívan fölajánl egy programot, és ezeket a programokat fogjuk összefűzni, összeilleszteni a nap folyamán. Az egésznapos programok pedig a retro jegyében teltek, így diákok és tanárok is elővették a szekrényből a régmúltat idéző ruhákat, és ezekben mentek iskolába. De nem csak az öltözködés, hanem a programok is a retro köré épültek, így a diákok ugróiskolázhattak, a karaoke teremben retro számokat énekelhettek, retro játékokat próbálhattak ki, de az iskola udvarán Rocky bemutatóval is várták az érdeklődőket. A diáknap minden iskolában a tanév egyik legkedveltebb napja, hiszen a szórakozás mellett igazi közösségkovácsoló ereje is van. A tanárok terén, ha itt szétnézünk, akkor látjuk, hogy nagyon retrósak, szóval ilyenkor biztos sokkal lazábbak, és lehet, hogy jókat beszélgetni olyan témákra, amikor általában nem. A diákokkal pedig ugye maga a szervezés, meg a programokon való közös részvétel, tehát vannak csapatversenyek, azok nagyon jó osztály összekovácsoló erővel bírnak. A Bújai iskolában aztán a héten is folytatódnak az évvége előtti programok. Szerda délelőtt a vidám ballagást tartották meg, míg csütörtökön végső búcsút vesznek intézményüktől a 8. évfolyamos tanulók.